Csak úgy kezdjük el. Nem itt semmi frappás az eszembe. Most se. Szevasz! Szervusz, Charlie! Üdvözlök minden hallgatót medveföldtől székes fővárosunkon át, egészen a távoli Zuluföldig. Sziasztok! Na, nem hoztam vizet, valami hiányérzetem volt az asztalnál, bakker, na mindegy. Mi történt veled? Még egyszer kérdezem, mi történt veled? egyrészt baromira hullámzik a hangod, nem tudom, minek uh, tudjam be, valószínűleg az internet bugyraiban uh, veszik el. Hú, te! Hétvégén voltam uh, Csekefalván. Kérlek szépen, uh, ez tőlünk olyan, hát egy olyan jó bőórányi útra van, és a szerény falum önkormányzata és a csekefalvi református egyházközség kötött együttműködési szerződést. Ők már voltak nálunk falunapon, és most mi jöttünk Csekefalvára, illetve hát én nem Dócról, hanem ugye Csíkszeredáról, és hát ez egy picike kis falu, arról nevezetes, hogy kettő darab ferde van, Csárli. Nem egy, mint pízán a köcsém, érted? Kettő darab, és egymás felé dőlnek. Tehát nagyon vicces állítólag van egy szög, ahonnan a két toronytód így, így egy ilyen X-et formáz. Az egyik az az unitárius templom, a másik az a református templom. Nagyon kedves, nagyon aranyos emberek voltak. Borzasztó jó pálinkákat sikerült kóstolagatnom, és így aztán az éjszakám egy picit hát, hogy is mondjam, ilyen gyomorégősen. Nem, nem bírom a szeszt továbbra se kicsit ilyen gyomorégősen, tehát a kukoricás alatt járkáltunk ki a búcsúra, aztán mondták, hogy jó, a kukoricásban két medve szokott tanyázni, de biztos nem jönnek, mert nagy buli van, meg nagy a hangulat. Hát mondom azért bakker, na. Tehát így kiugrott volna a medve lehet, hogy picit ideges leszek. De jó volt, Péntek, szombat, vasárnap, illetve péntek este értünk ö, oda, és akkor szombat egész nap, és vasárnap délelőtt még volt egy kis látogatás. Szalmakalap múzeum, meg víz falu volt a, a másik ilyen ott a környékben, amit ö, már én azt nem néztem meg, csak a többiek. És hát. Ö, jó érzésekkel hagytam el Csekefalva körzetét. Érdekes volt kicsit bepillantani az ittenieknek az életébe. Úgyhogy Velem gyakorlatilag ez történt, mióta nem találkoztunk, meg hát folyamatosan növelik a vérnyomásomat az ismerőseim ezzel a Te hallottad? Há' még megint meghalt valaki az egy cigaretta miatt? Istenem, mondom, még valaki ezzel főhív, baszki, nem tudom, mit csinálok. Na, de veled mi történt? Én is, én is beleszaladtam egy párszor ebbe. Egyébként a tornyaithoz annyit szeretnék, ami egy örök tézis, ugye, hogy a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Úgyhogy lehet, hogy itt közelebb lesz a végtelen, mint semmi, azt gondoljuk. Ez egy örök igazság egyébként. Ez egy matematikai tény, ugye? Igen, csak ezek nem párhuzamosok, Charlie. Már nem, mert találkoznak. Lehet, hogy a föld alatt. Már ugye? nem. Igen. Már nem. Úgyhogy hát annyira nagyon sok történés nem volt. A, hogy kerül macska szőr, megőrülsz a mikrofon szivacsomra? Lehet, hogy Mújó eljött ide podcast. Biztos voltam, biztos voltam benne, hogy a Mújónak ehhez köze is van. Igen. Annyi történt, hogy a, hát nem, a héten, tegnap ugye azért toltuk el az adást, mert rendre mindig ilyenkor felhővel megtartjuk a szokásos Apple Keynote szeánszunkat. Értsd úgy, hogy leülünk egy baromi nagy pizza társaságában, beszélgetünk, közben nézzük a live-ot és, és kommenteljük egymásnak az eseményeket. Én ezt annyira tudtam, hogy, hogy ezért nem lesz podcast, amikor írtad. Na baszki, Apple kínót van, Jézus Milyen jó, hogy nem hazudtam, hogy jaj, szül a macskám, vagy valami hasonlót. Nem, hát ez volt, ez volt az oka. A pizza nagyon jó volt, köszönjük felhőnek, hogy hozott egy enyhén csípős, csorizós, kolbászos varázslatot. Úgyhogy a beszélhetünk akár a kínótról is, hogy milyen, milyen, érzések kavarognak bennem a slow moji, vagy valami, valami hasonló bődületes fasság hallatán, mert hogy <laughs> már a a a, 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 saját FaceTime kamerád, amivel nem, mi ez, ami amivel selfie, slow, -fi, selfie, slow -fi, vagy mi a faszom, hogy, hogy már a selfie kamerád is 120 fps-ben, ami egy ilyen borzasztó instant get érzés, hogy hogy tudtál eddig enélkül élni, hogy 120 fps-sel vegyed az arcodat é, át, szóval nem tudom hova rakni, nem is akarom, de megint volt egy ilyen, nem tudom hova rakni ezt az iPad-et, miért frissít, vagy miért azt az iPad-et frissítették, nem tudom hova rakni, hogy... Annak én tökre örült. Az ott az egyetlen dolog bakker, aminek örültem. Hát örülj neki akkor, de ez, ez nem a nem a zajja, nem a teteje. A közepénél egy -e kisebbet így meglőjük és fejlesztjük azzal a hardware ami egy előző generációban az erősebbik volt, és tehát gyakorlatilag kapunk egy ilyen ráncfervarrot valamit. Hát, nem tudom. De ezt tudod, hogy ki, kifejezetten a, a diákoknak lőtték be. Tehát Éván. ez volt a cél közönség, hogy egy elérhető áru, mégsem pro, ugye, de már ceruzával tök jól használható, aránylag De jó már az, az előző még ceruzával még. könnyen használható, tegyük hozzá. Igen, igen. Hát ez a szegény ember iPadje. Igen, igen. Na hát az pont nekem való. Tehát ilyen 130 ezer körüli áron fog kijönni talán a, a kisebb verzió már mint hogy ramra kisebb verzió. Én arra lehet, hogy vevő leszek. Hát egyébként. azt néztem egyébként, hogy kinti áron azért sokkal barátságosabb, tehát ilyen 90 ezer nettó környékén megcsíphető, ami bruttó 100, tehát az a 8, akárhány, azt 8,875 a a, az Áfa New York államban, az már úgy, úgy menci, de aztán jöttek a sehova nem tudom rakni játékfejlesztések, és mikor már megint egy kínai demózza, viszont tudod, maga a, a, az előadó központ az valami überzsír volt, hogy és most akkor demóznak a, a telefonjátékkal kapcsolatban, illetve a játékkal kapcsolatban, és így a semmiből, így a kiemelkedik egy pulpitus. Úrva jól meg van csinálva az a színpad, az az előadó tér. A játék az egy kalap volt, nekem nem tetszett, de mindegy is. Demozták vele a, a, a GPU-t, a CPU-t, az anyám kínját. Ez erősebb 8 milliószor mint, és, és bemutatták az új modelleket, ami itt Mondják, hogy nem lettek horrorak a magyar árak a gyenge forint ellenére sem. Na hát azért bazzd. <laughs> hát azért... Tehát induló ár 400 ezer forint. Tehát aki... Azért oda basszósnak. Igen. Tehát... Jó, most a nagyobbat mondtam, a prót. Az olyan prót. Ja, Tudod, tehát... hogy mi, mi, mi volt a szám. Tehát én, én azon. Én nem néztem élő egyenesben, mint te, de még fölvételről se hanem ma reggel így végig nyálasztottam a a kedvenctek online újságaimat. És volt egy kép a, nem, kitartotta egyébként a, a telefonos ö, ö, bemutatót? Hát az úgy van, hogy a, a Tim Cook vezette fel, de hogy, hú, azt a, nem tudom a nőnek a nevét, de nem a szívünk csücske felhővel, az egyik lába rövidebb, mint a másik, nem ezért nem szeretjük. A, Nem, a, prezentációs stílusa olyan fura volt nekem. Tudod, ez a, ez a hurra optimizmussal, és van benne olyan, hogy és mondjátok, jé! Yeah! És akkor úgy várja, hogy mondják, hogy Yeah! És itt meg. Mi volt Igen, ez? Az, az MLM, MLM rendszerű lelkesedés. És ott volt egy kép, a, valószínűleg a telefonnak a feature voltak a háta mögött, és akkor hogy néztem, mi van, bazmeg meg? már most ez is feature. Jézusom, már ez is feature, érted? Melyik feature gondolsz? Hát ilyen 12 megapixeles, ultraszéles, meg nagylátószögű, meg nem tudom milyen kamera azt egyébként én se tartom jónak a, amúgy, tehát most elindult ugye kameraterén egy ilyen megapixel háború, azt látom, hogy most eddig ment a képernyő megapixel háború, most jön a kamera megapixel háború, de, de hogy 12 megapixel? nem is értem, bazd meg, komolyan. Nem, hát az kevés egyébként, a, mert az a, a, a leggyengébb a 12 megapixeles. A dual sim, meg a, a segéd kamerával, segédkamerával megtámogatva, meg, tehát érted, gyakorlatilag középszintű fölfele, akármelyik androidos telefonnak lehetett volna ez ott a stáblistája, ami mögötte volt, és a Pont ez miatt, a, a 400 ezeres árfekvés miatt azért, na, tehát már azért nincsenek azok a nagy durranások, mint amik voltak mondjuk a 3-as, 4-es iPhone között. Hát mert? akár a 4-es. Itt, itt van a Facebook, <coughs> itt van a Twitter, itt van az anyám kénye, pont ezt beszéltük felhővel, hogy nem tudsz most már egy olyan eventet csinálni, mint hogy leszakadt az arcod, mikor az elsőt bemutatták, mert nem is tudtál róla, hogy mi lesz. De hát itt, itt folyamatosan az alkatrészek, ugye, mert nem ők csinálnak mindent, hanem beszállítók, meg az anyám kinyom, szivárok, szivárok, szivárok. Uh, hát meg gondolom, vannak azért szivárogtatások is. Én pont a kamerákat Jó, néztem uh. egyébként, és uh, két dolgon gondolkoztam. Az egyik, hogy nagyon fönn van az a már úgy, hogyha tudod, visszintesen tartod landscape módban, annyira fönn van a kamera, hogy nagyon óvatosan kell fogni a peremét a telefonnak, már csak azért is, mert ez volt a másik gondolkozásom tárgya, hogy pont amit te mondtál, az a 12 megapixeles lencse, az egy 13 mm gyújtótávolságú 2-4-es fényértékű lencse, 120 fokos szöggel. Tehát 120 fok, nem azt mondom, hogy tudod, ez a nem sok, de nem is kritikus. Na, igen. Szóval, hogy, igen, hogy igen, ott igen, már egy picit előrébb tettem. lóg a kezed, akkor frankon beleér, mert akkor a látószöge, viszont ezt a, ezt a, a lencsék közötti váltást, hogy éppen te mit akarsz, meg hogyan megkomponálni, az szerintem zsönián lett. Illetve hát, hogy micsoda, micsoda revolutionary feature-ök bazd meg, hogy az Instagramról sikerült átvenni, hogyha fotómódban nyomva tartod a gombot, akkor videózik. Tehát ez... Fogtuk a fejünket, hogy hú, mik vannak, hú, mik vannak. A portré módja a az... Videómódba tudsz lencsét váltani? Mm, tehát videómód közben is, igen, ha zoomolsz, a, akkor vagy úgy zoomolsz, ugye, hogy 0512, és akkor így tak-tak váltogatja a lencséket, Aha. vagy szépen, mintha mondjuk eltekernéd a, 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 zoom gyűrűt a kamerán, és akkor úgy, és akkor ilyen smooth a dolog. A portré módja az kurva jó szerintem. Tehát, hogy állsz a fal előtt, mögötted mindenféle szír, szírszar háttér, és akkor egy ilyen fekete-fehér fehér háttér rendelkező képet varázsol belül az tök jó. Az éjszakai módban nem hiszek. Tehát az okosan lettek ezek a megkomponálva az éjszakai mód képek, tehát mutogatták ott, hogy milyen jó, meg micsoda fényerős objektívek. Valóban, csak mondjuk nem egy éjszakai futóversenyt fényképeztek, hanem egy kanapén fekvő nőt, ami, Igen, lássuk be, Igen. nem sokat mozog. Igen. Úgyhogy, ja, meg a zseniális volt, tudod, egy... ez a, ez a ez a videó egy iPhone 11 Pro anyám kínjával készült. Én értem, értem, hogy mire gondolnak, hogy szép maga a kép, és aztán mutatok egy pár bevágást, amikor egy dollikocsin ül egy statívval, és azon, tehát a, a, a kocsi meg a statív többbe került, mint a kamera, és azon áll egy kis kamera, és azon ö, megy a a gurigatás előre hátra, az viszont zseniál volt, hogy három kamerád van elől, egy hátul, ugye, és van olyan app, amivel meg tudod külön-külön, mint egy ilyen hm, mint egy ilyen gyártásvezetői szobában, hogy a három kamera képét külön berakja, meg külön berakja a tiédet, igen, és akkor azt is meg tudod neki mondani, hogy a, ebből a kamerából mondjuk az arcára ráfókuszálsz, egy másik kamerából a másik figurára fókuszálsz, a kamerát nem mozdítod a telefont, de tudsz váltani a kamerák, és így, mintha jelenetek között váltanál, az, az tényleg szuperság volt. Na, az, arra azt mondom én is, hogy az fasza. Mondjuk egy ilyen 15 dolláros összegér. Hát amit néztem, hát ezt majd ugye a benchmarkok -ok megmutatják, mert ugye azt mondják, hogy ez az új A13 Bionic chip, ez a 12-esnél is erősebb, és most úgy néz ki a, a GPU performance, hogy iPhone 11, iPhone XR, Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro, Google Pixel 3, tehát a sor legalján van a, a dolog, és ugyanez a CPU performance is. De hogy a próból, amit mások hiányoltak, azok ilyenek, hogy ha már pró, akkor miért nem USB-C-vel? De most már képzeld, jutottunk oda, hogy berakják a prónak a dobozába a 18 wattos töltőt. Képzeld, de nem kell külön fizetni érte. De, Jézusom. De hogy hol van az, hogy mondjuk a... 400-é? Nem, 460-ér. De hogy hol van ér. az, mondjuk, hogy töltöm a... Tudod, a... a az írpolcomat mondjuk a telefon hátuljára rakva, vagy bármi más eszközt töltök vele, vagy hogy a kamerát miért nem tudom úgy változtatni, ahogy én szeretném, mármint hogy a kameraképeket, vagy hogy a kijelzője miért ilyen, miért nincs benne ez, miért nincs benne az, miért nincs benne. Tehát, hogy ha pro, akkor várjunk 2020-ig, na. És hát nagyjából ez volt, meg a parasztvakítása mindenféle színekkel, Sniper Retina XDR. Jéz, Tehát, én már tudom, ho hova lehet ezeket fokozni, érted? Ez a Ultra HDR. Mi van, bakker? Hihetetlen. Igen, és <coughs> ö, hát az üzemidő az viszont jó, mert hogy alapból a, a kisebbik pro az négy órával tud többet, a nagyobbik, a max, az meg 5 órával bír többet, mint a neki megfelelő x mondjuk, tehát azért az menőség. Még ennek előtte volt az óráról egy stand hogy milyen revolutionary, hogyha elesel és nem mozdulsz, akkor hívja a mentőket. Szerintem most már ebben mi is benne leszünk, mert 150 országot mondtak. Úgyhogy az fasza. Viszont hát fölnéztem és elkeseredve láttam, hogy Magyarországon nem lehet megvenni csak az alu vagy a fémházas tokozást szerintem nem tudunk az új titániumházat, kulákházat venni, nem lehet ö, kulák kerámiatokot, nem lehet ezt a... Kerámiát nem biztos, hogy szeretnénk. Nem lehet a Hermésznek az 1300 dolláros, amit csak az óraszíva és a vacsfészben változik. Egyébként minden ugyanaz, mint a másikban. Mm, úgyhogy ezek fájdalmasak, és legfájóbb, hogy az LTE támogatás nincs benne, tehát Magyarországon ezt offolhatjuk, viszont elvileg a kinti, bár a B20-at nem tudja, de a másik két LTE frekvenciát azt, azt igen, úgyhogy szódával nagy nehezen valahogy megoldható most már elvileg, hogyha Kérdeztetek egy, egy, hülyét. Igen. Tehát a, az a iPhone-ok -ok, azok egyébként ö, viszik a B20-at? Igen. Aha, tehát azzal már nincsen. Nincs. A probléma akkor ez inkább csak ilyen kínai telcsiknél volt. É, igen, igen, igen. Aztán mi volt még, várjál? Hát a streaming szolgáltatások, gondolom. Hú, az zseniál, fifika zseniál. Annyit kell, hogy mondjak neked róla, hogy nem emlékszem, tizenvalamennyi ugye a Netflix, meg a Spotify, meg ilyen hülyeségek. Na, hát ők bekeztek egy erős 499-el, és ugye ez családi csomag, és uh -huh. úgy, hogyha mostantól veszel iPhone-t, iPad, akár milyen i eszközt, akkor hopp, kapsz egy évet gratis. Azért. Wow. Az úgy, hello. Ami az, az ő összegüket, tehát hogyha ezt így megszorozod, akkor 60 dollár, tehát nem tétel. De, de hát ugye amúgy is meg kell várni, hogy fölhízzon a, a film, illetve a sorozat uh, epizód. Hát egyrészt, másrészt meg uh, nem árt. Tehát én, én, én akkor uh, fizetek egy kurva streaming szolgáltatásra, hogyha legalább a kibaszott filmek néha föliratta megjelennek. Hát azt még nem tudom, hogy, hogy az hogy hát, lesz. Hogy mikor fognak idáig fejlődni. Engem az, az, az óra jobban értés. mozgatna, hogy, hogy legyen benne LTE normális. Viszont viszont Always On Display-t kapott tehát most már fixen mindig ah, igen, be az, van kapcsolva. Ez az, az, az első, amit olvastam róla. És hogy a borzasztó jó a képfrissítés frekvenciája, amit, hogyha nem használod, és ő tudja, hogy nem használod, akkor egy hercre csökken, amit te is tudsz olyan gyors lenni, mert azt mondod, hogy egy, egy, egy. Tehát ilyen gyorsan frissíti a képernyőt, és hogy 18 óráig fogja bírni, mint az elődje. Azért az über menőség ilyen, hogy beépített iránytű, meg, meg ilyen marhasságok, akinek kell, kell, akinek meg nem, az nem. És ezt mindig elmondták Fifika, és csak így néztem magam elé üveges tekintette. Az utolsó érv az mindig az volt, hogy és ez a termékünk száz százalékban újra hasznosított alumíniumból készül, és hömpölyögtek ja, 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 ja. az emberek, hogy Hú! mondom, jó, oké, okay, na, csá, legyen olcsó, ha már okay, egy másodharmadszor... Még egyszer eladod a, a nagymamám igen, Köcsög! Igen, igen, igen. Szeptember 20, 400 dollárról indul. És levitték, azt okosan csinálták, tehát a telefonnál meghagyták a azt hiszem 7-es, 8-as, az X-et kipöccintették, jött helyette az új, az erősebbik, óránál kipöccintették a 4-est, és van Series 5, ami annyi, mint a régi volt, és a Series 3-at, azt meg levitték 200 dollárra. Jó, az nálunk 80 ezer forint körülbelül, de na, 200 dollár egyébként meg kint megveszi az ember 60 hmm, ezerért. Igen, 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 és mondjuk ez a, tehát sok emberrel beszélgettem, és akkor mondták ezt a, hát a jókos órájé nem ad annyit, hát pakker, nézd már meg a Garmin milyen óra kínálattal rendelkezik okos és van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy figyelj, én kvadozok, én terepezek, nekem baz meg kell az a Garmin, és megveszi, és nem vesz mást. Jaj, nekem is van kollégám, a... aki fut, ilyen futóversenyekre járkál, mit tudom, is és, és így tudod, így a, az életéből jelentős időt el tud azzal baszni, hogy utána kielemzi a Garmin okos lefutott távot, hogy itt mi történt, ott mi történt, itt kell meghúzni, miért ennyi volt a kilométerenkénti részidő, meg az anyám kinye szóval... Na, hát... Valakinek ez, valakinek az, nyilván. De, ö, de, 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 mi volt még? Az ez. Akkor a játékfelhő nem uh, fogott meg különösebb. Ja, hát most annyit lefrissítettem, mert ugye nekem a fejlesztői miatt itt van már rajta a Beta, lefrissítettem, és ott van már az arcade mód az Apple TV-n is. De a, én annyival később értem, az a felhő már itt volt nálunk, úgyhogy azt mondja, izé, játék, jó mondom, engedjük el, az engem annyira nem mozgat meg. 4K 60-at tud egyébként minden, hogy a, a kamera, úgyhogy akinek kell iPhone 8-tól 4.50, iPhone 11 Pro Max 1100, be tudja lőni, hogy éppen mi az, ami neki kell. Aztán azt mondták, hogy köszönjük. El ugye Phil Schiller mutatta be a telefonokat. Elköszöntek, csókolom 600, mehet a buli. Új lenyomat nincs, kijelzőn keresztül sem, vezeték nélküli töltés az úgy, ahogy mutogatták, demonstrálták ezt, hogy fú, lejtheted a telefon, de tudod, ez a nagyon okosan így az oh, éli a meter. telefont, és akkor úgy nem lesz semmi baj, ez tök jó. Hm. Úgyhogy ennyi, de volt egy másik érdekes cikk, hír, anyám kínja, micsoda, Xiaomi mert hogy nyit 14-én, én csak úgy mondom, ahogy hivatalosan van, van egy ilyen hogy Xiaomi Europe csoport, és hogy az van. arénában nyílik egy új Xiaomi bolt, és, és ment, a, ment az ötletelés, hogy mi, hogy, és ez nem az, mint ami a Lurdi-ban van. Tehát ez egy tök másik vállalkozói kör, egy másik a, cég. Én úgy tudom, hogy a, a, a Lurdi a hivatalos, nem? Ez egyik se hivatalos, nem úgy egyik hivatalos. Se. Tehát nem úgy hivatalos. Tehát Nem az van, hogy ide jött a Xiaomi, és ő nyitott egy boltot, ez ilyen reseller-szerű valami. Mm -hmm. De hogy most a Lurdi üzemeltetője megkereste jó magyarként a mit tudom is én, az európai, vagy nem tudom én milyen ágazatnak a vezetőjét. És utána csináltak egy cikket, hogy az a cég, az ilyen cég néven egyébként kínai érdekeltség, meg az anyám kínja, és hogy nem. Ó, nem ilyen, meg hanem az annyira gáz, igen, Ó, de gáz. Igen. És hogy ők nem adnak rá hivatalos garanciát, bár nem tudom, hogy honnan tudják, hogy milyen garanciát adnak, hogyha nem ők az üzemeltetői. Uh, de mind, tehát elindult ez a szép magyar sztori ott is, hogy uh, így nyitás előtt gyorsan megköpködjük a, a másik felet, hogy, uh, hogy mi a túró van, és dobáljuk a szart. Meg, hogy majd nevet kell változtatni. Jó, de, de az a ne foglalkozni. És ugye én is beírtam, vagy hozzá kommenteltem, meg más is mondta, hogy gyerekek, semmi gond, csak addig, amíg a Lurdi-ban árukészlet nem nagyon van, meg a, az online igen. boltotokban Folyamatos készlethiány van, tehát mit szeretnétek, hogy mire számítotok, vagy tudod, mi volt a terv? Mindig ez a kérdés. Igen, 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 igen. Hú, nekem még van egy ilyen technikai uh, kis uh, színesem, amennyiben így rám jött a aliexpress a vásárlási láz. És már így régóta szem ezek, uh, tudod, hogy nekem ezek a, uh, hogy, hogy lehet ezt szépen mondani? Tehát ezek a régi játékok a, a kedvenceim, amiket még, Charlie, azért játszottál, mert, uh, mert jó volt a játék uh, önmagába. Tehát nem azért, mert olyan grafikája van, bazd meg, főveszed a 3D szemüveget, és akkor izé lemész hídba, hanem mert jó volt a játék, játékmenet, élvezetes volt, salala. sellala. És nekem már régi vágyam az, hogy építsek itthon a, hát ugye itt most már itt vannak az unokák, van mire fogni, tudod, eddig azért hülyén nézett volna ki, de hogy építsek itthon egy ilyen árkát kabinettet. Na, már hogy arra Ezt gondolsz, az, a, az 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 árkát kabinet, nem a politikai kabinet, hanem Igen. az, ami <laughs> A régen a játék termi ö, odatál, és azon is odaálltál, hogy van. olyat építeni, igen. Farost lemezből, egy monitort beleszuszatolva, nagyon zsír, adom a sztorit. Abszolút, és képzeld el, hogy én nem rég kísértem már figyelembe, hogy én még tudtam, hogy van a mém, ami PC-n futott egy ilyen emulátor, ami ezeket a játéktermi romokat lehetett vele futtatni. És valamikor, nem is tudom, 6-7 évvel ezelőtt volt egy kézi játékkonzol, a Dingo A320, 80-ig mentek el, aztán ők megszűntek. És hogy ez Kínába, öcsém, ez így szép csöndben fejlődgetett tovább. Úgyhogy vettem először, tehát az ilyen első nekifutás, vettem egy RS-97, három, ö, azt hiszem három, vagy három és fél, háromcolos szerintem, háromcolos LCD kijelző, ö, van rajta egy analóg joystick, mint a, a Nintendo kézi konzolján, vannak rajta gombok, tudod, meg van egy digitális, ilyen négyirányú, kereszt vezérlő, és két oprendszer tudsz indítani külön-külön, az egyik az, amit ehhez gyárilag adnak, a másik pedig, most kapaszkodj meg, az a neve a cuccnak, hogy Open Dingux. Ez egy Linux alapú cucc, 30 ezer árkád játék, ah, én nem szeretem az ilyeneket, az igazi az egy per egy. De én tudom, hogy honnan 30. ez neked eszedbe. A salvation nézted, mikor hátul az Árkád játékban volt az a... Igen, igen, igen. Na és akkor mondom ezt így meg, 60 valahány dollár érted, 5 órát tudsz egy föltöltéssel játszani. Én az lesz, hogy ennek az a 30 ezer, ez hülyeség, tehát jó, ha van rajta, mit tudom is én 5-6 ezer játék, abból ki fog szórni mindent. Tudja, a végén marad szerintem 3-400, ami tényleg élvezetesen játszható. És akkor így, tudod, egy kicsit még jobban utána néztem, és kiderült, hogy ezeknek van bakker olyan cuccuk, hogy már minden össze van rakva akár párosba is, tehát két fél, egy ilyen asztalszélességű, kurva szépen megmunkált lap, amin van egy ilyen, tudod, az a kerek, ilyen tikita kigolyó gombos joystick. Igen, igen, igen meg ilyen buzi nagy gombok, amiket ütögethetsz, és két félre el van osztva a játéktér, és már csak a végéját kell rádugnod, tehát megépíted a kabinetszekrényt, megcsed a monitorrészt, és ezt besülyezted a, a kabinet elejébe. És kapaszkodjál meg, hogy mi pénzt kérnek egy ilyen cuccér. 20 000. Na, az, Hát nagyjából igen, mert azt hiszem, hogy ilyen, ilyen az egyszerűbbek azok indulnak ilyen 80 dollár, 90 dollár, és akkor ami már nagyon szuper luxus akármi, az már ilyen 110, hát amit én kinéztem, az mondjuk ez a 110-120 dolláros kategória, de nem kell vele killódni, érted? És ezekben valami ilyen ezer éves, kétmagos, lehet, hogy nem is játékra való, nem is tudom milyen processzorok futnak, baromi, jó, néztem egy csomó videót róluk, tényleg zseniál, érted, ami most így árkád machine emulátor szintjén megy odakint, és nyilván ezeknek a, a szoftvereknek már a 90% a, nem azt mondom, hogy nem jogdíjas, mert még nyilván a, egy csomó cég létezik, de hát már ezek olyan régi játékok, hogy ez a kvázi abandonver kategória, tehát öh, már nem, nem nagyon szednek rá jogdíjat, és rendes full HD kimeneted van, kötheted akkora monitorra, rá akarod, vagy TV képernyőre öh, beépített öh, kurva jó hangkimenet, vettem egy Tesla tekercset is, csak hogy így érezd az ízét. A sztorinak és zenélni fogok vele, és az ilyen pici asztali, és lehet, hogy beépítem ebbe a játékébe Poén kedvé, De szal kur, kurvára elvásárolgattam magam a Rohadtali Expresszen, érted? Akinek az igazgatója, meg mint tudjuk, éppen visszavonul a Jack Ma. Hát, mert annyi pénze van, hogy már nem tudja megszámolni, és azt mondta, hogy igen, idáig is igen, igen, igen. Na, Ami még eszembe jutott, hogy ránéztem az órára, 35 percnél járunk, és még nem volt téma. Ugye mondtuk, hogy kommenteljetek. Kommenteltek képzede. Fölolvasok két kommentet, az egyik az elcigi jött, a másik pedig a párásítóba. És aztán Halljuk. én olvasok, te igazságot teszel. Készítsd a kardod, nálam a gordiuszi csomó. Oké. Okay. Regilaca azt mondja, No, hát kommentelek akkor, nem túl konzisztensen megpróbálom leírni, ami eszembe jutott, miközben hallgattam. Fifika emlegetett valami botrányos hangminőségű podcastet. Megmondom őszintén, két podcastet hallgatok rendszeresen, ti vagytok a második. A szinte minden szempontból és módon első rettenetesen kivitelezett technikailag, pont olyan, amit Fifika mondott, csak még olyanabb viszont az első perctől az utolsóig olyan tartalom van, ami iszonyúan érdekel és leköt, olyan szinten összeszedetten és magas szinten tálalva, hát akkor már nincs magas szinten tálalva, de ez a én szerkesztői kommentem, hogy akkor is hallgatnám, ha 42 szűrésen normalizáláson kellene átfuttatnom, hogy halljam. Azért, amiről beszélnek. Természetesen jobb lenne profi hangminőségben, de ez nagyon erősen másodlagos szempont. Ti deklaráltan olyan smikről beszélgettek, ami titeket érdekel, érint, foglalkoztat, és ezek között akad, mint, akad, csak félreírta véletlen, akad olyan is, ami engem is. Néha több, néha kevesebb, nem feltétlenül csak az elcikis témák. Gondolom sokan vannak még így rajtam kívül a hallgatók között, és nem egy embertől hallottam azt a véleményt, hogy már nem hallgat párásítót, mert kimondottan csak az elcigis. is téma érdekli, érdekelte, és már szinte alig van ilyen. Tudom, hogy az utóbbi pár évben már nem sok igazán új, izgalmas, érdekes történések az elcigi világában, de az a kevés, ami még akad, az előkerül az adásokban. Szerintem ez lehet az érdektelenség passzivitás hátterében. Értem, hogy nem igazán lehet ezzel mit kezdeni, és látom, hogy próbáljátok megoldani. Vártok, kértek kérdéseket, témákat, de ahogy ti nem találtok, úgy mi hallgatók se nagyon mindenképp pozitívum, hogy amit bedobnék, például én, azt nem igazán kell, mert rátaláltok ti magatok is, és bekerül az aktuális témák közé. Mint most az idióta Amcsik, akik szerint a pohár tehet arról, hogy ki mit iszik belőle. Kicsit talán lehetett volna bővebben beszélni, egyrészt egyértelművé tenni, hogy itt ellenőrizhetlen, innen-onnan beszerzett kannabiszolaj, meg hasonló nyalánkságok szívása volt a Bibi, esetleg arról, hogy a rábaszott delikvenseket mi vitte rá vajon arra, hogy terjedelmes fészposztokban ostorozzák az elcigit a saját hülyeségük helyett. Azt értem, hogy anyuna kapunak rendőrnek hazudnak, mert illegál, amit pöfékeltek, de a fész, insta, stb. nem kérdezett, ott nem volt muszáj bármit is mondani. Lehetne boncolgatni a téma kapcsán az idiót a korlátozások, tiltások felelősségét is, mert hogy gyakorlatilag megteremtették és egyre csak erősítik a fekete piacot, ahol az ilyen csodák megteremnek, és esetleg a júl felelősségét is a marketing stratégiájuk miatt. Így hirtelen ennyi jutott eszembe, bocsánat, ha kicsit karcosnak, kritikusnak tűnik, nem fikázás akart lenni, csak egy vélemény. Reflektálsz Hú. most, vagy... Most, Jó, most, most, okay, okay, most, okay. most, most. Uh, egyrészt uh, abszolút uh, igazat adok a, a lacának, uh, Ebben a mert valóban az történik, hogy egyrészt a szabályozás, másrészt a, a piaci trendek már nem az van, hogy kijön valaki egyféle kazánnal, és arról nem is tudom, majdnem egy adást el lehet regélni, hogy ez mekkora újítás az előzőekhez képest, és hogy gyakorlatilag egy trendteremtő salala salala. Már most azért ilyen uh, sztorik nincsenek. Tényleg én is azt gondolom, hogy a, a leértünk a pohár aljára, e uh, ügybe, és uh, mondjuk változtathatnánk, hogy két hetente jelenünk meg, de akkor nem lennénk elég frissek. Ha, és ezt éreztük akkor is, amikor szabadságon voltunk, hogy így letettük a mikrofont, kiléptünk az ajtónba, és pont akkor történt. Igen, és akkor jön a valami. Fejében akkor jönnek olyan témák, amik jók lennének. Egy picit úgy érzem, hogy vagy nem elég figyelmesen hallgat minket, arról tuti, hogy beszéltünk, hogy ezek különböző házi gyártású olajak, amiket ezek a jó emberek használtak. Illetve azt gondolom, hogy, hogy ha valaki elcigizik, akkor valamennyire kvázi érdekli azért a, a, technológia is. Valószínűleg ugyanúgy, ahogy, ahogy minket is. Mondjuk én például, és a Lacáról tudom, hogy ő is, de én például azért néha íjászkodom, de nem biztos, hogy a, az íj az mondjuk annyira ér, érdekel az ECG is közösséget, ezért azért próbálunk. A film meg olyan, amit nagyjából szinte mindenki ebben a korosztályban azért érdekli, vagy nézi, vagy sorozatok, vagy, vagy akármi. És tényleg próbálunk valamit föntartani, amitől állandóak tudunk lenni, és egyáltalán hétről hétre bármilyen témába tudunk adást szerkeszteni. Itt a mi kérésünk egyébként az lett volna nagy tisztelettel, hogy, hogy a ti nem is tudom, érdeklődéseteket vagy, a, a, vagy azokat a témákat dobjátok be, amiről hallani szeretnétek. Ez most vagy nem érdekel senkit, hogy miről beszélünk, vagy így is jó, ahogy beszélünk, vagy ahogy összeszedjük a, a témákat. És Két-három évvel ezelőtt tényleg úgy volt, hogy nekem is a postaládám tele volt mindenféle híranyaggal, amiket föliratkozásokkor kapunk, vagy kapok, meg végnézek egy csomó, olyan weboldalt, ami ezekkel foglalkozik, de ez van gyerekek, egy picit így beállt a, Mondjuk nyár is volt uborka szezon én nem mondom, hogy reméljük, hogy össze több téma lesz, de hogy, hogy én remélem, hogy össze több jó hír lesz, mint ami most van. Na, halljuk a következőt. Hát annyit fűztem volna még hozzá egyébként, hogy mivel ez podcast, és csak a füledre tudsz hagyatkozni, azért az elég sarkos, hogy valaminek szar a hangja, és amellett én kitartsak. Én a lacát megértem ebből a szempontból, mert hogyha tényleg jó, izgalmas és érdekes a téma a számára, akkor, akkor, akkor az egy jó szerkesztés. Az egy másik sztori, hogy technikailag meg egy kalapszar. Egyébként az véleményem szerint amúgy agyon tudja vágni akármilyen jó a, 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 szerkesztés is, meg akármennyire izgalmas a téma. Nekem volt olyan előadásom, hogy a címe és a tartalma alapján majd megőrültem, hogy meghallgassam, azt öt perc múlva elzártam, mert érthetetlen, zajos, tehát annak sem semmi értelme, hogy állandóan, mint a denevér, úgy üljek a izél előtt, azt én értelmezzem, hogy mit hallok. Hát, még annyit hozzá, hogy hogy fixen valamiről 60 percen keresztül csak arról és érdekesen azért ember a talpán, aki e, tud beszélni 100-200 x adáson keresztül tette képtelenségni, nincs ennyi új. Tehát akkor csinálhatnánk ezt, 10 perces epizódjaink lennének. Keresem közben a másikat, mert, mert itt az, az biztos, hogy a párásítóban volt. De azért én meg, megköszönöm a, a Lacának, amúgy Persze. figyelem a, a, a munkásságát és mindig ilyen, ilyen nagyon klassz, nagyon kerek, nagyon építő hozzászólásokat szokott írni, és volt, mert egymás alá is írogattunk bizonyos helyeken, bizonyos témákban, azt teszem hozzá, hogy egyébként a Regi Laca, aki Regi kényszer volt, tehát ő Igen. azért került föl a Facebookra, mert ő soha nem jön föl a Facebookra, és azért regisztrált, mert megkértük rá a a premier kapcsán valami ment a Facebookon, és, és hogy ott, és a Facebookos ekántal kell, és azért, és csak miattunk regisztrált, tehát azért respekt. Azt mondta, hogy egyébként Köszön, nem fogja egy, másra ezt használni. A hozzászólást is nagyon köszönjük. Nem fogja másra használni, csak arra, hogy, és utána el is felejti, meg törli magát. Ez maradt, Beszippantotta. Na, és akkor jöjjön a másik uh, komment, Szemáróbitól. Azt mondja, üdv minden kedves kollégának, pár napja besokaltam az ECG-től főleg. De várjál? Na. Igen. Uh, főleg DLS felhőbaszó tankoktól váltottam, és nem is emlékszem rá, milyen jó cigizni a faszt. MTL kazános tankot vettem, de ez nem is, uh, nem, ezt ő írta le tehát nem én így mondtam, hogy a faszt uh, olvastam Egy a, a hozzászólást azért tudom, hogy miről beszélsz uh, ez nem is lényegít, nem is lényegít rendszeresen hallgatom a podcast adást szeretek rá elaludni így tovább tart, mert soha nem emlékszem rá, mikor aludtam el, és vezetés közben is sokat hallgatom a srácokat, bár akkor nem alszom az elektronikus cigiről szinte minden tőlük tudok, azonban a podcast műsorban már nem vágyok az ezzel kapcsolatos tartalomra. Nyilván az újdonságokra kíváncsi vagyok. Amit tudni kell, azt már megtanultam tőlük. Szívesebben hallom a sorozatokkal, elektronikus kütyükkel kapcsolatos vakert, illetve szívesebben hallgattam az e-cigis retro rovatot. Számomra a kedvenc, mi történt veled a héten, és várom mindig a filmes és sorozatos ajánlást is. A mai napig van úgy, hogy régi klasszikus három 4 fős beszélgetéseket is visszahallgatok. Engem kikapcsol és lelazít. A jelenlegi felállás nekem jobban tetszik, mint az előzőek, bár nyilván az is tetszett. Hajrás, ráncok, ugye nagy a csend, de szerintem ez közel sem jelenti azt, hogy kopna az érdeklődést. Jó, ez így, ahogy van. Gratulálok, 250 adáshoz még minimum ennyit kívánok. E és akkor valamit írtam neki, köszönjük szépen. E azt mondta rá, hogy Biztos volt olyan, hogy 100% e ecig is téma, de arra nem is emlékszem, kellenek a mindennapok gyötrelmes vagy vicces élményei. Ha ez nincs, egy száraz e -cigi bemutatót kapnánk, olyat, mint egy használati útmutató. Kell, hogy mi hallgatók azonosulni tudjunk veletek. Kell, hogy tudjuk, mi történt veletek, mi tetszett, mit szeretnétek. Kell, hogy el tudjuk hinni, hogy barátokat hallgatunk, ismerősöket. Várjuk azt, hogy újra találkozzunk, és üdvözölve egymást megkérdezzük, mi történt veled a héten. Véleményem szerint az elektronikus cigi egy jó közösséget kovácsolt össze. Erre példa, hogy konzolon játszom sok-sok éve, de amikor parti beszélgetések vannak, ott sem csak a játékról van szó. Ez a csatorna is olyan, mint egy vagy bármelyik emberi kapcsolat. Az elején csak és kizárólag az a közös érdek miatt, majd lett egy emberi és itt-ott érzelmeket felvonultató kapcsolat kell. Ellenkező esetben lapos lenne, bár nyilván ez csak az én véleményem, lehet nem vagyok elég elkötelezett a szokásom iránt, és érdeklődéssel hallgatom az emberi tényezőt a gőz mögött. Ez volt a másik vélemény. Fú, ez nagyon jó volt, ez is. <coughs> ez olyan volt, mint amikor anyám, <coughs> mit valaki anyám paprikás krupliát újra letette volna az asztalra. <coughs> mert így eszembe jutott a régi, még a fekete fórumos ö, ö, közösség kovácsolás, meg, meg azok a, az időszakok, amikor tényleg így mindenki, mindenkinek önzetlenül és mindenféle ö, haszonszerzés és haszonlesés nélkül segített, és még még nem is tudom, tehát az, az hú, az tényleg valami eszméletlen aranykorszak volt. Nem üldözött senki, érted, nyugodtan tudtál rendelni nikotinos cuccot bárhonnan. A kutyát nem érdekelte, hogy neked e cigid van, összejártunk. Tényleg nagyon sok olyan ismerősöm támadta semmiből, akiket a fórumon keresztül ismertem. Meg aztán kiderült, hogy tehát csak 100 kilométerrel akik, akkor csináljunk egy találkozót, jöjjünk össze, hol Szegeden, hol Kecskeméten, hol Budapesten, és tényleg nagyon jó közösségek kovácsolódtak, olyanok egyébként ezelőtt 6-7-8 évvel, amik a mai napig kitartanak, és már a családokkal együtt, már mindenki ismer mindenkit, úgyhogy fú, valóban ez egy ilyen, ilyen baromi jó történet egyébként, meg ennek az, az emberi oldala is rettentően fontos és hasznos, és a közösségépítés és a, a, a közösség teremtés része az, amikor a, a macska hívők, a kutyahívők, az elcigi hívők egyforma, ez mind-mind más uh, ember, de azért csak van egy közös érdeklődési pont, ami mellett uh, besímulnak, uh, meg közösséget tudnak alkotni, és aztán utána ebből lesz egy ilyen laza barátság. Hát gondolom, te is egy, egy csomó ismerősödet köszönhetsz uh, ec csak hogy így a grillezésre utaljak egy kicsit. <kül> és. Uh, és ezek tényleg szép, szép emlékek, meg baromi jó élmények. Én megmondom őszintén, hogy egy kicsit féltem ettől, a, ettől hogy állandóan ez a mi történt veled, meg hogy érdekel egyáltalán valakit vakker, hogy, hogy van-e medve csíkba, vagy nincs medve, Igen, meg, meg, a hogy, hogy, meg, hogy, meg hogy milyen kurva jó oldalas lehet ezzel a, Kibaltázott kamadó grillet csinálni, vagy miért nem? Tehát, e, e, megmondom, őszintén ettől tartottam. De én hallgatok más podcasteket is, és ott is elő szokott jönni ez a. egy picit betekintést engednek a, a beszélgetés. Mert nem lehet másként személyessé tenni a beszélgetést, csak egy picit közelengeded magadhoz a hallgatókat, jobban ismernek, pont uh, példa volt erre az a srác, akivel én életemben nem találkoztam Bakker, és uh, meglátogatott itt, mert ugye, mint kiderült idevalósi, és egy csomó dologgal úgy, uh, úgy beszélt hozzám, csak néha néztem, hogy ugye ő ismert engem a 250 adásból, de azt ő nem gondolt, hogy én meg kurvára nem ismerem őt a 250 adásból. <síns> Pedig hallgatott téged. <síns> Tehát, igen, tehát hogy, hogy ő, ő tolt egy csomó dolgot rólam, de én ugye semmit nem tudtam róla, és akkor néha egy rá kellett kérdezni, most miről beszélsz? Ja, baszket, mi tényleg nem találkoztunk még sose, meg nem jártál még nálunk, de, de nagyon aranyos volt, mert, mert úgy, úgy beszélt, mint, mint hogyha én egy családtag lennék, vagy egy régi ismerős, érted? Szóval ez is egy, egy Ilyen irány. És én azt gondolom azt mondtad, hogy ez két eltérő vélemény. Szerintem meg nem Charlie. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy te mit szólsz ehhez. Hát azért mondtam, hogy két eltérő, mert az egyik azt mondja, hogy neki jobban bejön a csakszakmai, a másiknak meg azt mondja, hogy neki az jön be, hogyha egy kicsit magunkról is sztorizunk. Én a mind a kettőt megértem. Hallgatok ilyen meg olyan podcastot is, de a. A, az első, tehát amit a Laca írt, az az nekem nagyon szakmai podcast, és és hogy bevalljam őszintén, azok olyan podcastok, amiket egy ember, tehát ilyen sok csinálják, és ott a, a, tényleg ott az van, hogy nem is térünk el a gondolattól, azt megírjuk előre a skriptet, leülünk a gép elé, felolvassuk, viszünk egy kis érzelmet a hangba, hogy azért legyen kicsit emberközelibb, és kész ami jó, mert edukál, de, de olyan szempontból meg nem, hogy egy idő után nagyon tömény tud lenni. A másik meg olyan, tudod így, mindig egy kicsit leülünk a konyhában hetente sörözgetni egymással, meg még pár száz emberrel. Nem, nem férnének be a konyhánkba, de így aztán beférnek. Sőt, együtt grillezünk, sőt, együtt kergetünk medvét. Tehát, uh, ilyen szempontból, um, hogy mondjam neked, uh, hozzám a második, uh, nem a levél, meg a levélíró, hanem a második adás uh, típus hozzám közelebb áll, um, amiben nem, nem egy ember szerepel, szerintem könnyebb így a flót megteremteni mert egyébként az lenne, hogy beszélgetünk erről a cikis témáról. Egyetért ez Igen. Nem. Miért nem? Azért, mert... És akkor, fú, az nekem nagyon unalmas is. Hát, Lát, vagy, vagy, vagy egy folyamatos, tudod, ilyen uh, egy hét alatt, ami megjön, új készülék, azokat uh, vesézzük ki, vagy... Á, tudom, igen, csak te ez te meg ezek azért már, szar... Ezek már nem... Az azért uh, szar, mert hogy... hogy az egy videóban elmegy, de ez most tényleg igen, olyan... Ez egy beszélgetés. Beszél. Képzeljétek el, nem látjátok, de egy, egy picit így kijön, ez nagyon szép így. Hú, Hú el nem tudjátok képzelni, kár, hogy nem látjátok. Majátok, hogy kattok a gombja? Igen, vagy várjatok, most szipákolok. Na ekkora gőzt tudok vele fújni. Hú, igen, Hú, kár, hogy nem látjátok, tényleg, mert nagyon nagy. Szóval, ez, és azért, mert hogy én meg olyan vagy, vagy várjál, én nem olyan vagyok, mint amit a Laca mondott, hogy, hogy olyan podcastet nem is tudnék hallgatni, aminek a hangja. De videót sem tudok nézni, de tehát ami audiovizuális élmény, ott ha a hang gatja akkor szevasz, az nálam, az nálam offolós. Úgyhogy ezért azt nem is, nem tudom megérteni az ilyet, hogy lehet ilyet kiadni az embernek a kezéből, mert ez valamilyen szintű igényességét mutatja meg a hallgatók felé az embernek, hogy megtisztelem azzal, hogy szenvedek még vele egy pár órát, hogy élvezhető legyen a hangminőség, mint hogyha egy rádióadást hallgatnál mondjuk. Úgyhogy én ezért gondolom így, mind a kettő véleménynek egyébként nagyon örülök, csak így nem tudunk nem tudunk igazságot. én, figyelj, tenni. Elli, én többet nem nyalok be neked, mert ezt már vagy öt vagy 6 Mondtam, elmondtam, hogy nem is kell. mennyire uh, kurva jó hallgatni minket, már mint minőség. Én nem Benne, tudom, mert én... Az egy más dolog, hogy kinek mennyire tetszik. Az az igazság, hogy én, én csak a tesávodat hallom, uh, ugye mert az elején téged zajszűrlek, engem nem kell, mert minőségi hardware dolgozok, de hogy téged zajszülök, és onnantól kezdve én magunkat nem hallom, mert ugye én mindig dupla sebességgel, mint a chipmunk, mi a faszom az, mókusokban az meg olyan hangot hallok végig, tehát én, én nem tudom ezt élvezni, nem csak a... gyors másolós, két kazettás igen, magnó. Igen, tehát én, én, én azt a hangot hallom, én nem tudom megállapítani, sosem csak tudom, hogy nem lesz nagy gond vele, de ilyenek, hát meg egyébként, ha hat év alatt nem tudtam meggyőzni a fifikát, a többieknek mondom arról, hogy ne csinálja azt, hogy <kül> ilyeneket, akkor, akkor ez most már benne marad. ennyi tökéletlenség ennyi, kell. Ennyi. Mm. Ennyi. Ha de ha már beszéltünk a medvéről, mondok neked olyat, ami szakmailag szerintem te erre tudsz választ adni, mert én a ki nem tudom hány év alatt soha nem láttam ilyet képzelde tegnap este, vagy mikor, hétfőn, hétfőn este, nézek valami videót a telefonomon, eregetem a gőzöket, egyszer csak baszki, így beugrik egy fehér ablak a telefon közel, vagy közepére, Atención, tudod, ilyen román fölírat, piros háromszög baszki, és a telefonom elkezdte románul felolvasni azt az üzenetet, ami rajta volt. És akkor én rohangáztam, mint a hülye, hogy valaki fordítsa azt le nekem baszki, most vírus van a telefonomon, vagy mi a kurva élet van. És képzeld én még soha nem láttam ilyet, hogy ez ilyen cella üzenet, a bakker. Mm, milyen üzenetet adott? Az azt, egyébként az volt az üzenet, hogy nem messze Csíkszeredától dától egy faluba bement két medve. Az nem cella info, vagy nem cella üzenet egyébként, hanem a. Vagy riasztás. A vagy riasztás. Mi, mi? Hát ez, a, a... amit ugye Amerikában mondom, mondtam neked, az az Amber Alert, amit. Uh, hogy fogalmazzak úgy, hogy te is. Nem. Tehát, hogy, hogy ott uh, nálunk ez nagyon nem működik, de elmondom, hogy máshol hogy működik. Tehát, hogy hogy Amerikában például azért Amber elért, aki nem hallgatta azt az adást, mert hogy régen volt egy kislány, akit elraboltak, és utána sajnos meg is ölték, de hogy őt Ambernek hívták, és azóta bevezették azt, hogy amikor egy kisgyereket elrabolnak, akkor, akkor riasztják a, az embereket, mindenkit. Tehát ott nincs mese. Te, te, nem az, hogy kiküldik egész Amerikára, hogy erre volt a Kaliforniában egy gyereket, hanem nagyon okosan a cella alapján meghatározzák, hogy kik vannak adott körzetben, adott megyében, adott államban, és ugye először megye, állam, és a többi, és a többi szinten a megfelelő idősávokban kiküldik az értesítéseket, mint ahogy a rendőrök tudott, hogy zárjátok le három mérföldes körzetbe, zárjátok uh -huh. le, terjesszétek tíz mérföldes körzet. na és ugyanez megy ott is, tehát megye, állam, állam közeli államok, és a többi, és a többi. És kiküldenek oda egy értesítést a telefonra, ami azért félelmetes, mert hogy például amikor mi kaptuk, akkor azt úgy kaptuk meg, hogy a térerő az nincsen a telefonon. Tehát ilyenkor jön, hogy akkor hogy kapod meg? Bakker. Mert hogy attól függetlenül kommunikál a cellával a telefonod, és azon a kis nagyon pici sávszélességen, ami arra van, hogy most akkor te fönn vagy, vagy nem vagy fönn, és adod a, adod a cella infókat, mert ugye a, a, a telefon az nem annyi, hogy fölmész a hálózatra, és már is telefonálsz, hanem hanem eh, ahhoz, hogy te telefonálni tudjál, tudnia kell, mit tudom is én, a te telefonod küldi a helyzetét a következő cellának, ahol vagy. És aztán az a cella továbbítja mikrón, vagy bárhogy máshogy, vagy tök egyszerűen eh, egy optikai kábellel tovább a hangodat, de mikor te mondjuk mozgásban vagy, akkor ugye azért sokkal bonyolultabb, mert hogy mész A-ból B-be, ott van mellette két, három, négy X cella, és akkor tudja, hogy te ebbe vagy, de már gyenge a jel, nézi a telefon, folyamatosan adja a helyzetinfót, hogy melyik cellákat látja még, és akkor megy a handover átveszi egyik a másikat, ugye ezeknek is megvan a technikai paraméter, hogy hány száz kilométer per óráig tud neked egy handovert lekezelni a, a bázisállomás, de nem is ez a lényeg. Szóval, hogy ott így kapják meg. Ö... Kicsiben ez olyan, mint Magyarországon, a mindenki üljön át egy másik autóba. Volt. Igen, de az, az nem egy SMS volt, Csárl. Az egy SMS volt, igen. Na, de ez nem SMS. Hát ez egy push. Tehát ezt nem tudtam visszanézni. Igen, igen vagy... ez egy push üzenet, egy ilyen felugró, <kül> Technikai üzenet, amit ezek rezerválva vannak az ilyen esetekre, meg egyébként bármi másra is, amit a szolgáltató jónak lát. És ennyi gyakorlatilag. Tehát neked is jött a medvetámadás, hogy mi volt az? É, me é hát igen. nem medvetámadásom, hogy bement egy faluba két medve, és hogyha valaki arra jár, akkor vigyázzon, mert mert baj lehet, érted? De, de hogy baszkít, nem tudom hány éve van telefonom, de hogy én nem még soha nem találkoztam, úgy meglepődtem, érted, hogy csak így néz. Ugye én, mondom, én is azért ijedtem meg, mikor mi ezt mi láttam. Hogy, hogy megvannak ezek a berögződött, ez a csengődallamom, ez az SMS hangom, ez az üzenet hangom, és meghallasz egy olyan visító hangot, Igen. ami, hogy életedben nem és ilyet, nem tud a telefonod, és tudod, pont egy olyan helyen vagy, ami mondjuk kicsit diszkrétebb jelenlétet követel meg. Mondjuk pont mi, ugye fönn voltunk a Griffith Observatóriumban, és ott nem nagyon ordibál az ember. És úgy megnyugszik az ember, hogy másnak is pittyeg a telefonja, de egy kicsit úgy ő, éreztem, igen, magam igen. tudod, mint mikor az amerikai filmekben úgy megpittyen a fontos emberek telefonja. Ránéznek, és aztán azt mondják a feleségnek, hogy bocs drágám, meg kell mentenem a hazámat. Na hát ez is olyan volt kicsibe. És mondom, az volt a durva, hogy így visított, érted, ránéztem, és egyszer csak elkezdte, ugye a, az Androidban a TTS, ez az automata hang, elkezdte felolvasni baszki az üzenetet, érted. És akkor volt egy ilyen leokézós gomb, hogy tudomásul vetted, gondolom, és ez addig ott volt az üzenet, amíg le nem okéztad. És aztán egy fél óra múlva megint megkaptam, aztán vége volt de hogy ha mondom beszéljünk már róla baszki mert én még Magyarországon ilyet nem láttam tehát ehhez ki kellett jönnöm Romániába hogy kapjak egy ilyen üzenetet és szerintem tök mindegy hogy mit csináltam volna éppen a telefonomon az tuti hogy ez így puk felugrott volna minden Igen. a háttérbe vannak ilyen üzenetek bekészítve de szerintem inkább örüljünk neki hogy ilyeneket nem kapunk hogy ilyen még nincsen és hát nem voltam még otthon bakker, de hogy milyen szélvihar volt nálunk, Charlie? Hát ez a vasárnap ról virradó? Nálunk azt hiszem, hogy hétfőn délután. Hétfőn délután? 130-140 kilométer hát. per óra, és nem, nem, nem tartott valami negyed óráig, de levitte a szegedi színház tetejét, falak dőltek, fák én igazából ezt a vasárnapit Tietetlen. néztem, hogy lefeküdtünk aludni, és akkor láttam, tudod, ez a vészjóslóan világos van ki, mondom, mi az Isten? És akkor hallod a dörrenést, és akkor utána, mint mikor a, tényleg, mint mikor nézed, hogy Kabulban milyen volt az éjszakai sortűz, sorfűz, a zárófűz rá, na olyat látsz, csak kicsit más színben. Gyorsan fölmegyek az időképre, és azt látom, hogy a déli határtól az északi határig egy ilyen 150 km Ezúton is szeretnénk széles, megköszönni minden támogatónak, valami, hogy valósz, hétről hétre segítik ú, a munkánkat. Ú, mondom, hallod, ez tisztára, is benne, mint a függetlenség De lényegesen valami. Szuper, fel, valami ha nem, nem tudod esetleg tudja. miről veszélünk? beszélünk, olvasd úgyhogy el a show Keresd a narancsárga a téglalapot, egy kicsit és, és kapcsíts is Még egyszer köszönjük. én a hideg köszönjük. Igen, érzékeny vagyok. Uh. Most Ö, van amit... Valami filmet bekészítve? Mm. Nem, de most valamit nézek, nem nézek. Nem. nem. Filmem nincs bekészítve, viszont, hogy visszatérjek arra, hogy most A a jó vagy B a jó, hát szerintem azt is látni kell az embereknek, hogy azért, amiért ilyen áldásos, idézőjelben a helyzet nálunk, hogy semmit nem lehet se értékesíteni. Meg meg is ölték a kisker hálózatot, ami itt fronton zajlott, így, így most tényleg mi a francról tudnánk beszámolni, Fifika. Tehát ennyi. Hát, uh, mondjuk sorozatot most én nem néztem, mert ledaráltam szinte mindent, ami, ami volt. Viszont HBO n fölkerült a Ready Player van. Várjál, mondtam neked a izét? azt a vikinges, ősemberes HBO-s? Nem. Nézzed, baszod! Mi az te? Időutazók, vagy idő... Ja, az időbevándorlók. Én három részt megnéztem, Charlie, de nem bírtam. Én az az igazság, hogy egyet néztem meg, amikor még ott a mohával helyettesíti az a betétet a, a csaj. A Time a Id időbevándorlók. Time Beller, talán. Időbevándorlók a magyar címe, ahogy fönn van ott. Ja. Érdekes, érdekes dolgokat vet föl. Én szocializálnám az összeset egyébként. Itt, 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 nincs olyan, hogy kecskét ő, vizet, növe, növeztünk a liftbe. Ott a francba rohadjon meg kint. Na mindegy, érdekes. De akkor te abba is hagytad utána? Netflix? <hessz> azt hiszem, ilyen három rész. Tehát amikor így a tengerbe, így. így nem mondjad, mert azt még nem meg, láttam. akkor emberek jönnek elő. Igen. És aztán ö, valami zsarú csaj lesz az egyik. Azt mondtad, hogy érdemes még. Nem, tenni azt kérdeztem, mert hogy te, te azt mondtad, hogy három részt láttál, én egyet tudtam még csak megnézni. Vagy kettőt, valahogy így. Ja, ja, bocsánat. Bocsánat. Na, kíváncsi leszek, hogy neked mi lesz a véleményed róla. Ready Player van, nézd meg, hogyha nem láttad annak idején moziba. Ne, figyelj, múltkor is azt mondtad, hogy nézzem a Salvation-t, úgyhogy most fenntartásokkal kezelem az ajánlásaidat. De ez film, ez nem, nem sorozat. Nem baj, nem baj fenntartásokkal fogom kezelni 3-4 okay. hétig okay. biztos uh, tehát csak akkor úgy, úgy mondom csak olyan nézze aki egyébként számítógépes játékokban otthon van mert ez egy ilyen számítógépes játék szaga tehát olyan mint hogyha valaki helyetted lejátszana egy kurva jó számítógépes játékot te meg végignéznéd. Uh, Első nézésre még moziba láttam, akkor nem nagyon tetszett. Most másodszorra megnéztem, és nem volt olyan rossz egyébként. Baromi jó látványvilága van amúgy. már azért érdemes megnézni. De játékőrülteknek kötelező egyébként. Fasza. Az jutott eszembe még, amit mondani akartam volt, hogy igen, ott volt egy szavazás, és azt szerintem tök jó, mert itt láttam, hogy, hogy akkor vannak kérdések. Kicsit spoiler ezek, hogy jövő héten miről fogunk beszélni. Mindenki meghal. A Billion Lives reakció az utóbbi hetek híreire. Ezt majd kivesézzük. Kérdezték még, hogy Mujó beadványaival mi van, azért nem mondok semmit, mert Mujó nem tudtam elérni, illetve, hogy mi van a a rendelettel ez a 421 per 2016-os kormányrendelettel. Ennek is utána fogunk nézni pontosan, hogy ez most hol tart. És... A mújót interjú volt, meg én nem tudom, hogy azóta neki volt-e ilyen önálló beadványa, de <coughs> amik az Egyesület nevébe mentek, és azzal együtt az önálló beadványai, ennek mindnek vége van. Tehát uh, gyakorlatilag nem tudtunk célt érni, bármennyire is szerettünk volna vele. Jó, akkor húzzuk be a kert kaput? Szerintem igen. Jó, rendben, akkor mindenkinek. Köszönjük. Ne legyünk hosszúak és unalmasak, tudod? Igen, mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk jövő héten. Addig is jó nyaralást, sok locsolót, sziasztok! Jó volt veletek, sziasztok!